Köszöntöm nézőinket, az ismerős mai vendége, Horvátné Papp Ibolya. Köszöntöm szeretettel. Ibolya, én azt hiszem, hogy nagyon sok diáknak és szülőnek lesz ön ismerős így első ránézésre. Elmondhatom, hogy köreinkben, munkatársaink között is van olyan, akit bizony tanított. És hát még egy dolgot el kell mindenképpen mondanom, hogy az első Béla gimnázium katedráján túl a környezetvédelem az, ami például egy olyan téma, ami kapcsán már mi is, tehát nem elsősorban, mint pedagógia, hanem környezetvédelem találkoztunk. Hát hogy jött a szerelem, hogy így kérdezzem, pedagógusi pálya, környezetvédelem, mit adott, mióta egyáltalán, és hát remélhetőleg még sok-sok éven keresztül. Minden szerelem jövetele, ez is bonyolult és kiszámíthatatlan, és nem akkor érkezik, amikor az ember várja. A pedagógus pálya az természetesen egy komoly felkészülést igényel, és igazából gyerekkoromra vezethető vissza. Édesapám, aki egy nagyon tehetséges parasztember volt, mindig is tanultól szeretett volna lenni. Akkor ez neki nem adatott meg, és valahogy én úgy nőttem fel, hogy ami pálya vonzó vagy látható, az a pedagógusi. Egy kis faluban nőttem fel, és igazából ott a értelmiség körei közül csak pedagógus volt jelen, és hát őket ismerhettem. És valahogy így indult, és hát viszonylag hosszú ideje. Most már ezen a pályán van az ember. A környezetvédelem, a környezeti nevelés, meg azt gondolom, hogy aki igazán pedagógus, vagy igazán érzékeny a világra, amiben él, akkor így szoktam én fogalmazni, hogy a korunk adekvát nevelés filozófiája kell, hogy legyen. Bárhol szétnézünk, oda jutunk, hogy e téren van pillanatnyilag a legtöbb teendőnk. Ibolya ugye említette a gyerekkorát, és azt, hogy hamar eldöntötte, hogy bizony ez lesz az, ami ezt úgy kell elképzelnünk, hogy esetleg kislányként otthon már maga köré csoportosította testvéreket, barátokat és oktatott, vagy egyszerűen az édesapai álom megvalósítása annyira, hát úgy ronda szóval élve átragadt, hogy valahogy az ember már nem is gondolkodott, csak olyan természetes volt minden lépés. Nem szoktam tanítani, én is játszani a társaimmal, de egy nagyon kis faluban nőttem fel, és a természethez való viszony az azt gondolom, hogy innét jön, hogy nagyon szép szőlője volt például a nagyapámnak, és ott mindenféle finom gyümölcsök, ami akkor még nem is volt jellemző, eper, meg szeder, meg málna, meg mindenféle dolgok, tehát egy nagyon nyitott, nagyon a kisfalu ellenére egy nagyon nyitott személyiség volt. Igen, hát ma azt mondanánk, igen. És tehát azok a hangulatok is azt gondolom, hogy meghatározóak voltak. És hát később, amikor gimnáziumba kerültem, gyakorlatilag az akkori gimis osztályunk fele, kétharmada pedagógus, kémia tanár, biológia tanár, fizika tanár, matematikusok vannak közülünk, és a másik fele mérnök. Tehát a mi időnkben még igazából ezek a pályák voltak, amik vonzóak voltak, és sikeres élet lehetőségeit kínálták. A gimnázium hova kötötte? Mely városhoz? Gondolom a kisfaluból ekkor elkerült. Nagykanizsán jártam gimnáziumban. Hasonló volt a helyzet, mint ahogy most Szekszárdon. Két gimnázium, sok más középiskola is, és a két gimnázium közül az egyik egy nagy tradíciójú régi, a másik pedig egy fiatal, éppen útkeresést járó gimnázium volt, és mindegyik ugyanakkor tele specializációval, és abban az időben még a fakultációs oktatás helyett a tagozatos osztályok voltak nagyon korszerűek, és a nagykanizsai akkori Landler, ma már Batthyány gimnáziumban például biológia, kémia, fizika, kémia, nyelvi tagozatok már abban az időben voltak. És ami nem volt azért akkor annyira általános. Akkor tehát kezdődött. Tehát a tehetséggondozásnak ez a fajta
lehetőség akkor nyílott meg, hogy gyakorlatilag egy-két osztály maradt a gimnáziumokban általános tantervű, és mindegyik osztály, például a párhuzamos osztályban francia volt már abban az időben. Tehát azt gondolom, ez is bizonyítja, hogy tényleg egy nagyon korszerű és egy nagyon jó hírű gimnázium. Többen abban az időben ment a tévében például a Kimiben tudós, és többen eljutottak az országos döntőre az iskolából. És hát a mi osztályunk pedig kémia-fizika tagozatos volt, amiből adódóan aztán szinte egyértelművé vált a továbbtanulás. Nem is nagyon tudok, egy magyar tanár van a osztálytársak közül, a többiek mindezen a pályán tanultak tovább, úgyhogy lassan fél osztály, vagy fél ország kémia tanára ebből a csapatból. Nagyon jó magyar tanárom volt például, aki rettentő sok programot szervezett nekünk, egyébként országos hírű is, Harkán László tanár úr. Negyedikben ő vitt el bennünket Budapestre, és azóta én is elviszem az osztályaimat, mielőtt leérettségiznek, hogy két-három este egymás után csodás darabokat, latinok is láttam például akkor ott vele, vagy a Mózest Sinkovics Imrével életre szóló élményekké váltak nyilván. Nem lett önből magyar tanár, de hát azért az látszik, hogy az irodalom szerelmese, úgy szintén érdeklődik az irodalom iránt, és azt hiszem, hogy aki önt ismeri, az talán azt is tudja, hogy nem kerülheti ezt ki, hiszen kedves férje elkötelezettje az irodalomnak. Általában azt gondolják rólam, hogy a férjemtől adódik ez a fajta szerelmem is. Természetesen óriási része van benne, de még egyszer szeretném mondani, hogy már korábbi eredetű ez, igazából a gimnázium évekből adódik. Ezt gondolom. Akkor még nem voltak el. Egyébként áruljuk el, kedves férje, a helyi főiskola főigazgatója, dr. Horváth Béla. Róla beszélünk, akinek irodalmi munkásságát is ismerjük. Tehát akkor ezek szerint ez már korán, a gimnázium évek alatt, és nem a férje által, de gondolom, hogy ettől függetlenül most visszatérve erre az útra, a felsőoktatás nyitott kapukkal várta önöket, hiszen ilyen jó hírű gimnáziumból, ilyen előképzettséggel azt hiszem, hogy nem volt nehéz a felsőoktatásba bekerülni. Nyilván a felsőoktatás is más volt ezelőtt 20-30 évvel, mint most. Hát most ugye körülbelül 3-4-szer annyian járnak felsőoktatási intézményben, ami egy nagyon jó dolog. Hogy nem volt kérdés, hogy további vonal lesz a felsőoktatás. Így van. Én igazából még az elején matek tanár is szerettem volna lenni, de a kémia az egyértelmű volt természetesen, és Pécset akkor még nem volt meg. Ma már ugye mindenféle szakot mindenfélével lehet párosítani. A kémikusi elhivatottságból kerültem szerencsére Szegedre, biológia-kémia szakra, és hát aki ismeri egy kicsit is Szeged értékeit, annak azt hiszem, hogy a második gondolat a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, és hát egy csodás világ váltott bennünket, még azokat is, akik nem igazán biológus érdeklődésűekként jutottak oda, de hát azzá kellett válni. Pár évvel korábban indult a Szegedi Biológiai Kutató, a kutatógárda csupa fiatalokból állt, nagy részt a korábban ott végzettekből, de az ország más részéből is jöttek. A vezetők is a fiatal korosztály tagjai voltak, és hát tárt karokkal fogadtak bennünket, egyetemistákat, gyakorlatra, programokra, úgyhogy biológussá, és ha tetszik, molekuláris biológia szerelmesévé kellett válni az embernek, aki akkor ott élt. Egyébként ez a hatás most is ugyanúgy megvan, csak azok a diákjaink, akik a nyílt napokon voltak a múlt héten, ők is úgy jöttek, hogy Szeged gyönyörű, és hogy milyen szép, és milyen hangulatos, és hogy mi mindent láttak ott azon az egy-két napon is, amit hát mutattak nekik, de természetesen járnak biológus szakra, orvosi egyetemre, biológia-kémia tanárszakra diákjaink most is Szegeden. A szegedi évek után hogy alakult az élet egyáltalán? Mikor jött Szekszárd, vagy mi kapcsán jött Szekszárd? Hát teljesen egyértelmű, hogy
hogy kerül egy lány Zala megyei létére, Szekszárdra és egyáltalán Tolna megyébe. Hál' Istennek nagyon hamar egymásra találtunk a férjemmel, és ez nagyon jó dolog volt, hogy Szegeden egyrészt még szebbé tette a szegedi éveket, másrészt pedig hát egy bölcsész, meg egy TTK-s lány együttjárásából azt gondolom, hogy mind a két félnek nagyon sok előnye származott. Őt befogadtuk tiszteletbeli biológusnak, bárhova megyek ma már, akkor a második szó az, hogy és a Béla hol van, a biológus berkekben is, és ugyanígy igaz volt a József Attila kollégiumban, ahol ő lakott. Természetesen a különböző programokon én ugyanúgy megfordultam, mint a bölcsészek, vagy hát csodás, audmaxos élményeim vannak, amit hát Pál István volt akkor például az egyetemi színpad vezetője, Ilia tanár úr programjai, ezek olyan természetesek lettek számomra is szerencsére. És aztán akkor ez volt a szokás, hogy egyetemista korunkban egymásra találtunk, és ha végeztünk az egyetemen, akkor utána pedig jött a házasság, és akkor a közösen egy új munkahely, egy új lehetőség. Az az igazság, hogy mi úgy terveztük korábban, hogy Szegeden maradunk. Az egyik tanszéken, a néprajz tanszéken várták igazából a férjemet. Aztán valahogy mégiscsak úgy alakult sok minden együttes hatására, elsősorban az, hogy létszámstopp jött ott is, és hát nem volt egyszerű nekem Szegeden állást kapni, és jött egy levél Tolna megyéből, hogy pont ilyen, két ilyen szakos embert várnak Bonyhádra, és egy nagyon szép korszak következett. Akkor ezek szerint Bonyhádon kezdtek Tolna megyében. Ott is laktak Bonyhádon? Igen, hát a nagy lehetőség egy szolgálati lakás volt Bonyhádon. Ott laktunk, és a gimiben tanítottunk mind a ketten, és sokszor gondolkodtam már azóta is, hogy mi volt a titka az akkori bonyhádi gimnáziumnak, és nem könnyű megfejteni, de azt gondolom, hogy valami olyasmi, hogy 6-7-8 olyan fiatal került pár éven belül abba az iskolába, aki úgy érezte, hogy most ő megváltja a világot, és azt gondolom, hogy ez többé-kevésbé sikerült is, még akkor is a világ nem nagyon hagyja magát megváltani. De ha bemegyünk, és ma is úgy megyek a Bonyhádi Krimbe, hogy az első utam azon a lépcsőn vezet ott a bejárattal szembe fölfelé, és köszöntöm a volt diákokat, azokat a diákokat, akiknek ott vannak a fotói, mint különleges eredményeket, kiemelkedő eredményeket elért diákoknak, és az a sor azokkal a diákokkal kezdődik, akik abban az időben voltak diákok. Azóta szépen folytatódott már, de a legelső képek azokról valók, akik abban az időben jártak oda, amikor mi is oda kerültünk. Tehát azt gondolom, hogy valahogy ez a 7-8 ember olyan közösséget és olyan erőt vagy munka tempót vett át ott egymástól. Eléggé be is voltunk zárva nyilván egy Szeged után, egy akkor még nem is kisváros, még pár évvel később lett város. Nem nagyon kínált más lehetőséget számunkra, mint a munka. Ezerféle dolgot csináltunk. Hétvégén kirándultunk irodalmi színpadtól, filmmúzeumon át. Azt gondolom, hogy kb. Olyan életet élhettek akkor ott a középiskolások, mint amit mi értünk korábban Szegeden. Nagyon nagy szeretettel beszél erről az időről, úgyhogy adódik a kérdés, hogy miért kellett akkor ezt ott hagyni? Miért nem ott tanít a mai napig? Hát az előbb csak a szépségeit mondtam, de nyilván járt azért ez egy csomó konfliktussal. Nem volt olyan egyszerű ezt elfogadtatni. Még akkor is, ha a sikerek azért nagyon mellénk állították az iskola vezetést is, de hát szóval ezért ez egy komplex dolog volt, egy zárt közösségben egy ilyen új szellem nem volt olyan egyszerű, tehát mindenhol itt is sok-sok konfliktus is volt egyrészt.
Másrészt egy idő után az ember sok minden mást is már próbált, például Gáspár László Szent Lőrinci kísérletében dolgoztunk mi is onnét Bonyhádról is, tehát egy kicsit nyitogatta az ember már az egyéb falakat, vagy lehetőségeket próbált, de igazából a szokásos nagy döntések, hogy az urat és parancsolóját, ezt persze most viccből mondom, vagy a párját hívták az embernek, és akkor a feleség, ahogy a Bibliában is van, ugye követi az ő urát és parancsolóját, de igazából a kedvesét. Tehát férjem kapott itt a szekszárdi főiskolán egy lehetőséget, tanszékvezetőnek hívták, ő már akkor ledoktorált, egyébként abban az időben 4-5-en ledoktoráltak ebből a csapatból, a fiúk az iskolából, és hát ez egy olyan lehetőség volt, amivel élni kellett. Nekem egy kicsit nehezebb korszakom következett azután. Nyilván fölmerült, hogy Bonyhádon maradni, és akkor ő bejárna, de azt gondoltuk, hogy a tanszékvezetéssel járó, meg a kutatással, meg az új feladatokkal járó lehetőségek, feladatok inkább a bentlakást igénylik, és azt gondolom, hogy ez utólag nem volt rossz döntés. De most ugye már az első Béla van, és mondhatom, hogy ott is jól érzi magát. Ez látszik. Így van, 10 éve most már az első Bélában dolgozom. Amikor Bonyhádról eljöttünk, akkor azért volt olyan, hogy nem iskolában dolgoztam, a pedagógiai intézetbe töltöttem 6 évet. Nem érezte jól magát? Nem áll így, hogy nem éreztem jól magam. Nem tudtam volna magamról korábban elgondolni, hogy egyszer nem iskolában dolgozom. Ugyanakkor így utólag is, meg közben is azt gondolom, hogy ez egy jó korszak az embernek. Ha csak folyamatosan iskolában van, akkor azért a gondolkodás módja nagyon az iskola körül van, vagy a saját iskolája körül mozog. Egy rendszerben való gondolkodást megtanultam ott, és ez azt gondolom, hogy azóta is nagyon jó, talán nem csak számomra. És mindig is, ott is egyébként, amikor Werner András hívott, akkor is azt mondtam, hogy én iskolába szeretnék majd lenni, azt mondta, hogy nem is kell örökké itt lenni, ez egy átmeneti állapot. Akkor alakult át a szakfelügyelet szaktanácsadásá, és ezt a feladatot bízta rám, hogy egy új ember alakítsa ki ezt az új rendszert egy más szemlélettel, és hát több-kevesebb sikerrel azóta is működik a szaktanácsadói rendszer, és az első lehetőségként természetesen, amikor Póla Károly hívott, hiszen ugye a szakközépiskolából gimnázium lett, korábban nem volt ott biológia-kémia oktatás, természetesen az első szavára mentem, és úgy éreztem, hogy végre akkor újra otthon vagyok, gimnáziumban dolgozom. Azért is mondtam, hogy jól érzi magát természetesen, mert most ez tűnhet egy ilyen közhelynek, hogy hát honnan tudhatom én, de a nézők előtt is ismeretes, hogy azért mi járunk az intézményekbe, és voltak diákok, akik kiemelték önt, akik elmondták, hogy hát az ön segítsége által jutottak el bizony országos versenyekre. Aztán más terület kapcsán, amikor a diákok a szelektív hulladékgyűjtéssel ismerkedtek, akkor is hát a hagyományos tanórai kereteket, ami valljuk be őszintén ma már nem annyira nyerő a diákok körében, és elárulhatjuk azt is, hogy adás előtt néhány szóban erről beszélgettünk. Bizony ellátogattak egy ilyen szelektív hulladékgyűjtő pont átadására. Szóval, hogy olyan új szellemben, érdekesen, de mégis az ismereteket azért továbbítva, és hát természetesen követelve, ahogy egy pedagógustól illik. Milyen az ön szemében a jó pedagógus? Jobb, ha diákot kérdezik erről, bár azt hiszem, ahány diák annyi féle jó pedagógus van. Nehéz ezt, főleg amikor ennyire változik körülöttünk a világ, megfogalmazni. Lehet ezt követni egyáltalán?
mondjuk valakinek, aki ilyen hosszú ideje a pályán van, tényleg ezt a rengeteg változást, hogy most már lassan nem írunk, hanem ugye különböző laptopokkal, meg számítógépekkel dolgozunk, és hát sorolhatnánk persze rengeteg. Hát lehet, meg muszáj is, hát az a gyerek, aki most 14 éves, vagy 18 éves, az most 14 éves és 18, és őt nem nagyon érdekli, hogy 20 évvel ezelőtt máshogy volt, vagy 30 év múlva hogy lesz. Ő most az egyszer iskolás, nem is beszélve erről a korosztályról, amit mi tanítunk, hiszen azért az intellektuális képességeknek a kialakulása, fejlesztésének a legjobb időszaka, tehát csodákat lehet látni egy-egy agynak a működésében és szélesedésében és a véleményalkotásában, mert azért annál csodálatosabb dolog nincs, mikor nagy erővel mondja a diák azt a véleményt, ami még tudom, hogy 4 évvel vagy 3 évvel ezelőtt egyáltalán nem az ő véleménye volt, vagy nem is volt véleménye, vagy egészen más volt, és akkor az ember vissza hallja, vagy érzi, hogy hát ezek mintha az ő gondolata is lennének. Ez a jó érzés? Tehát olyankor van az az érzés, hogy ezért érdemes csinálni, vagy a siker érzése? Ez is nyilván, tehát hogy egy olyan fajta erkölcsiséget, normát, filozófiát vesznek magukra, amit az ember azt gondolja, hogy fontos, vagy kellene, vagy az ő meggyőződése is. Hát remélhetőleg, hogy nem olyan fajta meggyőződés ez, ami nem hasznos dolog lenne társadalmi vonatkozásokban is. A másik, a jó pedagógus, hogy nyitott, hogy érzékeny legyen arra, ami a gyereket éppen foglalkoztatja, és igazából sajnos ebben a vonatkozásban a lehető legrosszabb most a tömegesedéssel a lehetőségünk, és sajnos nekünk természettudományos tanároknak még inkább, azzal, hogy az óraszámok ilyen drasztikusan lecsökkentek a mi tantárgyainkban, és hát egy biológus természetesen, hogy a minden erejével a nyelv fontosságát, vagy aki hát jár kell a világba is látja, hogy máshogy milyen szépen beszélnek 2-3 nyelvet a fiatalok, tehát minden erőnkkel, energiánkkal támogatjuk ezt, látva, hogy pár évvel ezelőtt fedeztem fel, hogy milyen rosszul olvasnak a diákok. 9-be azóta biológia órán először olvas mindenki, hogy lássam, hogy is állunk ilyen vonatkozásban. Tehát a humán szférát azt gondolom, vagy a területet, hát badarság és butaság lenne támadni, vagy annak rovására terjeszkedni a természettudományoknak, de ez a fajta visszaszorítás azért azt gondolom, hogy nem csak számunkra szomorú, hanem a gyerekek szempontjából is. Gondoljunk csak arra, hogy ezen a területen tényleg csodálatos hagyományai vannak a magyar oktatásnak. Tehát amire büszkék lehetünk a múltunkból, az igazából a természettudományos oktatás. És most azt látom, hogy az eléggé visszaszorul. Nem is szeretik a gyerekek ebből adódóan, hát heti egy másfél órában egészségnevelés, környezeti nevelés, együttműködési stratégiák, érezze a tanár, hogy a 35-öd magával, aki ott ül, az most egy személyiség, az most éppen egy kamasz, akinek millió gondja lehet, és még azért lehetőség szerint kerüljön be az orvosi egyetemre is, feleljen meg a felvételin, és nem egyszerű dolog. Ibolya, hát azért beszéljünk egy másik dologról is, az életének egy másik szeletéről, ugye ön családanya. Családi körben hogy kell elképzelnünk? Gondolom, hogy a háztartási teendőkön kívül talán vannak olyan időszakok is, amikor pihenni tud. Mit csinál, mi az, ami kikapcsolja, mivel szeret foglalatoskodni? Hát idő kellene a legtöbb ahhoz, hogy az ember azzal foglalatoskodhasson, amit szeret, de igazából annyi mindent szeretek, hogy végül is ez nem gond. Nyilván a környezeti neveléssel kapcsolatos, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos irodalom óriási, tehát ha az ember ott kutakodik, akkor is örömforráshoz juthat viszonylag rövid idő alatt.
Ugyanez igaz akkor, ha az ember terepre megy, kirándul, akár a gyerekekkel, és már a diákokkal, akár a saját családdal, sokszor együtt a kettő, tehát ez is egyfajta kikapcsolódás, örömforrás, esztétikai élmény, felüldülés, regenerálódás. Nagyon sok olyan fajta program van, ami tulajdonképpen továbbképzés is, de a környezeti nevelés kapcsán, vagy a környezetvédelem kapcsán, de egyúttal hát mégiscsak feltöltődés is. Hát ha nem hangzana nagy szavakként, vagy túlzásnak, talán azt mondhatnám, hogy a hobbim, a munkám, ebből adódóan aztán sokféle kikapcsolódás és örömforrás van. És hát van egy nagyszerű családom, csupa fiúból áll, úgyhogy időnként azért őket is kényeztetem, de valahogy nálunk régen is az volt a szokás, hogy mindenkinek megvan a maga dolga, a maga felelőssége, a maga kötelessége, ebből adódóan azért viszonylag jól meg lehet szervezni a családi életet, úgyhogy hogy azért jusson mindenre. Hát a fiúk viszonylag sokat szeretnek enni, ebből adódóan azért azokat az ételeket időnként el is kell készíteni, de elég toleránsak velem, és elfogadják, hogyha most éppen valami más feladat van, a kisebbik fiam maga is elkészíti esetleg az ételeket, és nagyon finoman és nagyon szépen tálalva, úgyhogy nagyon ügyes ilyen téren is. Lesz, aki követi esetleg a pedagógusi pályán a szülőket? Valamelyik fiú kacsingat a katedra felé? Nem. Én azt gondolom, hogy annyira más lett a világ, hogy ma már ez elképzelhetetlen. Az utóbbi évekből egy olyan nagyon-nagyon tehetséges diákunk volt, az iskola egyik legtehetségesebbje, aki a pedagógus pályát választotta. A többiek, szomorú, és ez nagyon mondani. Szomorú, nagyon, nyilván belülről még szomorúbb ezt mondani, de hát ilyen lett a világ. Ma már nem presztízs pedagógus pályára menni, sajnos. Ő egyébként most decemberben jelent meg nálunk, végzett pedagógusként, és hozta a kis csapatát a Dunaföldvári Gimnáziumból a környezetvédelmi vetélkedőre. Hát egy csodálatos élmény volt nyilván. A saját fiaink közül a nagyobbik ötödikes volt, amikor elénk állt. Nyilván nagyon dolgozhattunk valamit az édesapjával, és azt mondta, hogy tudjátok mit, én ilyen sok pénz, ilyen sokat, ilyen kevés pénzért nem fogok dolgozni, mint ti. Hát a közgazdász pályára lépett, de én azt gondolom, hogy nem veszett el az ügy vagy a pálya szempontjából, hiszen ha valahol, akkor a környezetvédelem vonatkozásában megint csak a közgazdasági szabályozóknak, a gazdasági elvekbe épp úgy be kell épülni, a környezettudatosságnak, fenntarthatóságnak. És egy nagyon örültem, mert egy nyelvvizsgáján utalt is erre, hogy ha ő nem is biológus, vagy nem kémikus, de ez a dolog azért őt érdekli, és megfogta. A kisebbik már úgy tűnik, hogy közelebb van ehhez a területhez. Ő nagyon-nagyon-nagyon nyitott, nagyon sokféle dolgot jól csinál. Ő most gimnazista. Gimnazista. Művész ambíció is vannak, nyilván az édesapja bölcsész génjeiből, nagyon érzékeny, azt gondolom, hogy ő tényleg olyan köztes, sok jó tulajdonsággal rendelkezik, de ugyanakkor nagyon jó szeme van, orchideákat jobban ismeri, mint én, jól fotóz, és hát egyelőre még biológiai érdeklődésű, de sok minden más is érdekli. Egy országos versenyen, a Kánkárói versenyen például a vándorló faluról, Bogyiszlóról, az édesapja szülő falujáról tartott nagyon szép előadást az orchideás erdővel és mindennel fűszerezve. Úgyhogy azt gondolom, hogy, vagy még remélem is, hogy
hogy inkább nem a művészi területek felé, hanem inkább a biológus pálya felé vonzódik. És hát, ha meg jó biológus lesz, még oktathat is másokat. Igen. Pedig külön büszkeség lenne. Kedves Ibolya, így műsorunk vége felé azt hiszem, hogy az év vége lévén adja magát a kérdés, hogy mit vár a jövő évtől, mit vár az új esztendőtől? Legyen legalább ilyen, mint az idei. Egészségesek legyenek a szeretteim. Ez a, gondolom, hogy a legfontosabb. Mint biológus is azt gondolom, hogy ez az érték az, amit sokkal előbbre kellene tenni a családoknak is, társadalomnak is, iskolának is. Tehát az a legfontosabb. Nagy-nagy tragédia, vagy baj, vagy baleset ne legyen. És az összes többit azt gondolom, hogy az ember már, ha ez elkerüli, akkor már kevesebb vagy több munkával, kisebb vagy nagyobb szerencsével, de maga meg tudja oldani. Hát reméljük, hogy így lesz tényleg. Nagyon szépen köszönöm, én nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.